Üdvözlünk mindenkit újra a stúdióból, ez a Kristálytiszta Elektronika videósorozat 14. tananyagának harmadik videója. Ebben a részben egy különleges diódatípust fogunk bemutatni. Az én dióda a korábban már ismertetett diódákhoz nagyon hasonló. A feszültség áramkarakterisztikáját és a rajzelét az alábbi ábrákon láthatjátok. Első ránézésre semmi különbség nem látszik a közönséges dióda karakterisztikájával összevetve, Azonban a letörési tartományban két fontos eltérés figyelhető meg. Adott zéner dióda letörési feszültségét pontosabban ismerjük, mint egy közönséges diódáit. Ezt a feszültségértéket zéner feszültségnek nevezzük. Másrészt a letörési tartományban a karakterisztika nagyon meredek. Ez azt jelenti, hogy ha a zéner dióda katódja felől áram folyik az anód felé, akkor a rajta eső feszültség csak kismértékben változik azaz nagyon jó közelítéssel megegyezik az éner A különbségből következik, hogy olyan helyen érdemes őket alkalmazni, ahol szükség van ismert nagyságú feszültségre. Gyakorlati szempontból a diódákhoz képest fordított bekötéssel kötjük az áramkörbe, azaz az éner dióda katódja kerül pozitívabb feszültségre, hiszen így esik rajta az Az éner diódákat gyakran egyszerű feszültség stabilizálási célokra alkalmazzuk. Ezen alkatrész megtalálható a legkülönböző furatszerelt és felületszerelt okozási formában. A kivezetések jelölése általában szabványos, a csíkkal jelölt része a katód. A kapcsolásban a dióda zénár feszültsége 5,1 volt. Ez azt jelenti, hogy ennél nagyobb feszültség esetén kinyit, és lavina tartományban állandó feszültség mellett kezd el vezetni. Emiatt a VZ kimeneten nem tud 5,1 voltnál nagyobb feszültség megjelenni, függetlenül a bemeneti VS feszültségtől. 5,1 volt alatt az éner dióda zárva marad, nem vezet. Ekkor a bemeneti és a kimeneti feszültség megegyezik. Az energiódákról diódákról még többet megtudhattok a 20. tananyagban. Most csak az alapvető tulajdonságait szerettük volna bemutatni. Az alábbi áramkör a 12 voltos akkumulátorok feszültségének ellenőrzésére szolgál, amelyben kihasználjuk az énert dióda letörési feszültségét a jelszint eltolása véget. A tranzisztor emitterével sorba kapcsolunk két 3 voltos zénert diódát azzal a céllal, hogy az emitter feszültségét 6 voltra emeljük. Ahhoz, hogy a zénert diódákon kialakuljon a 3 voltos zénert feszültség, pár milliampernyi áramot kell rajtuk átfolyatni. Ezt az áramot az R4 ellenállás biztosítja. Az R4 előfeszíti a diódákat. Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy miért is van erre szükség. Azért, hogy a Földhöz képest a tranzisztort ne 0,6 voltos feszültséggel tudjuk nyitni, hanem ettől magasabb értékkel. Ezen érték az alábbiak szerint alakul. UZ1 plusz UZ2 plusz tranzisztornyitó feszültség, vagyis 3 volt, meg 3 volt, meg 0,6 volt, azaz 6,6 volt. A tranzisztor bázisa R1 és R2 alkotta feszültségosztóba van bekötve. Mivel a két ellenállás értéke megegyezik, ezért a bázis feszültség a tápfeszültség fel lesz, ha a tranzisztor zárva van, vagyis nem folyik bázisáram. Nézzük meg, mi történik, ha a bemenetre 13 voltot kapcsolunk. Ekkor a tranzisztor bázisa 13 volt per 2, azaz 6,5 voltos potenciára kerül. Mivel 6,6 voltos feszültség kell, hogy a tranzisztor kinyisson, ezért a tranzisztor még zárva marad, vagyis a nyitáshoz kétszer 6 ,6 azaz 13,2 volt feszültséget kell kötni a bemenetre. A gyakorlatban az alkatrészek szúrása miatt már 12 voltól halványan pislákol a LED, 14 voltnál már szinte teljes fényerővel világít. Tehát ezen kis áramkör megfelel a 12 voltos akkumulátorok feszültség szintjének megállapítására. A alkatrész csomagunkban 3,3 voltos Zener diódák vannak, így a kiszámított értékek is kicsit változnak. A tranzisztor nyitásához szükséges elméleti feszültség kétszer 3,3 volt, meg 0,6 volt, vagyis 7,2 volt. Ez szerint 14,4 volt bemeneti feszültség esetén nyitna a tranzisztor. Gyakorlatban az alkatrészek szórása ismét befolyásolja a működést. 12 voltos bemenetnél már halványan pislákol a LED, fél volt, 13 voltos értékeknél pedig már tisztán látható, hogy világít. Ezzel a gyakorlati példával zárjuk a részt. Ha kíváncsiak vagytok, hogyan tudjuk összehasonlítani analóg amplitúdóját, akkor tartsatok velünk a következő részben is. Sziasztok! Sziasztok!